Hétfőn este 2016-ban utoljára népesedett be az Érd Aréna, hiszen utánpótlás és felnőtt játékosaink közösen ünnepelték meg a karácsonyt, és búcsúzhatták egyben az új évet. Szerintem nagyon jó ez az egész rendezvény. Nekem nagyon tetszik, hogy így küzdünk egymásért, és az első helyért is. And I brought me some corn for popping. Ma ünnepeltük közösen a karácsonyt, részt vett az egész utánpótlás, illetve a felnőtt csapat is, de ez most már évek óta hagyományteremtő évzáró műsor nálunk, élvezik a gyerekek, a szülők, és nem utolsó sorban mi is a készítők. A több mint 160 jelenlévő játékosunknak maradandó élmény volt ez az este. A csapattal elkezdtük egymást dedikálni, és hát közben jöttek az edzők is, meg mindenki. Úgy, akit egymással tartozunk, azok írták alá. Itt vannak a csapattársaim, itt vannak az edzők, és itt meg a fölöttünk lévőek, szóval 2000-esek. When we finally kiss goodnight. A szórakozás mellett persze a játéké is volt a főszerep. A sorversenyek feladatait utánpótlás edzőink, Maurer Szandra és Farkas Roland állították össze. Nagyon jó a nagyokkal játszani, és nagyon jó így a összhang, hogy így együtt is vagyunk, egy picit a nagyobbakkal is tudunk lenni. Hát nagyon jól telt, nagyon sokfajta feladat volt, ilyen ügyességi feladatok inkább, és nagyon megosztottuk a csapatmunkát, és mindenki bíztatta egymást. Volt ilyen hula-hop karikában futás, meg lufival ilyen dobálós, mindenféle ilyen ügyességi. Nagyon tetszett ez a nap. A kedvencem, amikor ugye a hula-hop karikában volt a futás, mert az olyan vicces volt. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. A komoly, ám mégis mosolygós küzdelemben Gulyán Sanda Csipet csapata lett a bronzérmes, Angela Bulatovics padavánjai végeztek a második helyen, még a győzelmet Barján Bianca gárdája szerezte meg. Az évet pedig egy közös tánccal búcsúztattuk. Emlékezetes pillanat, szerintem mindenképpen a Majának a táncát tudnám kiemelni, mert a Maja tényleg nagyon jól táncol. All the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear. Ezért mond 10 éve folyamatosan így zárjuk az évet közösen a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ez egy ilyen hagyomány már nálunk, úgyhogy reméljük, hogy az idén is megfeleltünk a gyerekek igényeinek is, meg a saját igényeinek, és a jövőben is majd meg fogunk tudni felelni. Let it snow.